Mi jut eszükbe adól a szóról, hogy beton? A püspök. Sok-sok év. Tábori élmények. Miért szeretik a püspök urat? Mert olyan, mint a beton. Ez mit jelent? Tekintetben. Tehát, ha kell, akkor szigorú, és ha kell, akkor kemény. Mert megpróbál ebben a nehezen mozduló helyzetben valamit mozdítani ezen a szekéren, ami nehezen akar elindulni. Azt hiszem, azért szeretem őt, mert ő mindig reálisan értékeli az embereket, és a fiatalokat különösen megérti ebben a nehéz helyzetben. Balázs Béla 3 évtizede egy tábori futballmeccsen kapta becenevét. Azóta sok minden történt. 1959-ben leérettségizett a budapesti piaristáknál, majd beiratkozott az esztergomi érseki papnevelő intézetbe. 1965-ben pedig pappá szentelték. Több áthelyezés után 1977-től Bajót plébánosa. Tavaly veszprémi segédpüspökké, az idén kaposvári megyés püspökké nevezte ki a pápa. A Kaposvár közeli Taszáron él. Taszát püspök úr választotta, vagy a kényszer szülte lakhelyéül? Nyáron kerestem helyet. Igaz, hogy felajánlottak a városba is, egyház részéről is, állam részéről is, de gondoltam, hogy függetlenségemet jobban megőrzöm, hogyha távol vagyok a központtól ideiglenesen. Itt találtam egy üres épületet, hűvös volt, csönd volt, emlékeztetett szép falusi emlékeimre, úgyhogy gondolkodás nélkül idejöttem. 5 lépésnyi a palotnám, és jól érzem magam. Hogyan fogadták Kaposváron és Somogy megyében? Én jó indulatot tapasztaltam. A kívülállók részéről is bizonyos érdeklődést, megyevezetőség, városvezetőség részéről valami bizalom, hiszen ez fölértékeli a várost és a régiót, nemzetközi kapcsolatokat jelent. És én tényleg őszintén mondtam, amit mondtam, hogy ezért az elhagyatott népért, a veszélyeztetett ifjúságért vagyok. Tehát ez közös ügy, semmiféle rózsaszínű álmom nem volt. Én tudtam, hogy mivel jár ilyen területen megjelenni az egyháznak. Tudtam, hogy az emberek emlékeikbe, idegeikbe csak rosszat hordanak rólunk, tisztelet a kivételnek. Tehát a mi dolgunk bemutatkozni. Engem az se zavar, hogy félretájékoztatják a lakosságot többször még napjainkban is. Azzal biztatom a rám bízottakat, paptestvéreket, hogy minél inkább félreismernek minket, annál nagyobb és kellemesebb lesz a meglepetés, amikor a valódival találkoznak, ha sikerül nekünk bemutatni. Püspök úr híres arról, hogy a fiatalok ügyeit felkarolja, és rendkívül jó kapcsolatot tart velük. Milyenek a fiatalok ma 1993-ban? Veszélyeztetettek. Mint annak idején József Attila volt, amikor írta azt a polgárpukkasztó verset. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Pont. És a vége az, hogy tiszta szívvel betörök a kell embert és ölök. Én azt hiszem, hogy a költő nem csak reflexiót írt a saját sorsára, korára, proféciát is. A szavai közt oksági összefüggéseket is érzek. Nem azok az igazi bűnösök, akik összetörik a berendezést, vagy berúgnak. Ezek már következmények. Az igazi bűnös, hogy idézzem nemzetünk nagyját, Nagy Ferót, aki nem tanította meg ezeket a gyerekeket hitre, aki egy indián könyvet nem tudott nekik elmesélni. Ott van valahol a felelősség. A pozitív felnőtt, hogy hiányzik. Nekem édesanyám hamar meghalt, utána egy nagyon hányattatott gyerekkoromba. Nekem a családot jelentette, az örömet, a kereszténységet, a katolikus egyházat, az a közösség, amire rátaláltam Budapesten, a Regnum Marianum ifjúságnevelő közösség. Ennek tagjaként éltem én jó részben illegalitásban, rengeteg szép élmény fűződik e korszakhoz, és azt hiszem egy szentlélek adományt kaptam, modern divatos szóval, karizmát. Én értem a kor nyelvét, megértem a fiatalokat. Belülről valahogy, és szeretem őket. És ezt ők megérzik.
Balázs püspök egyik alapítója a nagymarosi ifjúsági találkozónak. A szerzetesi és papi utánpótlás biztosítására évekkel ezelőtt hivatásgondozó, majd hivatástisztázó lelki gyakorlatokat indított. Minden keresztény érték mögött keresztény erőfeszítés áll, vallja. A fiatalok nevelését, az új egyházmegye kiépítését és felvirágoztatását tekinti püspöki hivatásának. Püspök úr, vádatlanul érte a püspöki kinevezése? Hát nem. Őszintén számítottam erre az esetre is, bár nem én nagyon örültem neki. Maradhattam volna vagy Veszprémbe segédpüspök, vagy esetleg Budapesten, és specializálva ifjúsági ügyekre. Uh-huh. Viszont elfogadom természetesen a Szentatya döntését. Talán itt most nagyobb szükség van rám, mint egyéb pontokon. És mit tapasztalt az elmúlt hónapokban az egyházmegye állapotáról? Hát azt, amire számítottam is. Több mint 400 000 ember él ezen a tájon. Ez azt jelenti, hogy ővelük kellene személyes kapcsolatban lennünk. Ezekkel a fiatalokkal össze kéne barátkoznunk. Itt be kéne mutatkoznunk a modern egyháznak, amelyik azért indult, mert az Isten szereti az embereket. Hát erre csekély az esély jelenleg. 84 aktív papunk van, abból 34 a 70 éven fölötti. Van olyan vidék, ahol 15 misézőhely jut egy papra. Hétvégeken 4-5, néha 6 misét is mondanak, ami hát nem csak embertelen, hanem szerintem istentelen is. Tehát itt számtalan reformot kell végrehajtani, és kötélidegek, humor és nagy hit kell. És az egyházmegye papjai hogyan fogadják püspök úrnak a törekvéseit? Zömivel úgy látom, hogy örülnek. Egyetértenek, észreveszik, hogy az ő helyzetük is kicsit jobb lesz így. Természetes, ahol ennyi ember van és magyar ember, ott félreértések is vannak, problémák is. Én bízom, hogy szót értünk mindenkivel. És püspökként mik a legfontosabb céljai a közeli, illetve a távoli jövőben? Bejárni az egész területet, mindenkivel a személyi kapcsolatokat létrehozni. És hát nincsenek különösebb álmaim, engem nem járattak püspökképzőbe. És eddig a kialakult gyakorlatomban én nem csalódtam. Én most is úgy érzem, hogy a magyar egyháznak nem asztronautákra van szüksége, hanem kubikusokra. Ezt a műfajt én kiismertem. A térkép szélét bejártam, asztal végén otthonos vagyok, úgyhogy különösebb illúzióim nincsenek, se magasröptű terveim. Az embereket nem lehet meghatni intézményekkel, rangokkal, ki kell érdemelni a bizalmukat, ez pedig idő.